díjat nyert, miközben még a hagyományos keretek között be sem mutatták az előadást, amelyről beszélni fogunk Hegymegi Mátéval és Nagy Zsolttal. Máté a rendező, Zsolt a főszereplő. Jó reggelt kívánok, köszönöm, hogy eljöttetek hozzánk. Jó reggelt. Egy díjat kezdeni egy darab életét, az úgy tulajdonképpen jól esik az ember lelkének, nem? Tehát nagy jövőt ígér az előadásnak, meg már rögtön be is teljesít valamit. Hát ez a díj, ez tulajdonképpen egy pályázati díj, tehát az, annak a díjazása, hogy ezt az előadást létrehozhatjuk. Tehát egy támogatás arra, hogy amit írtunk, az a koncepció, az a stáb, az alkalmas arra, hogy ezt elindítsuk, ezt az előadást. A neheze utána jön megcsinálni? Így van. A nagy levegő? Így van. Azt írta az egyik kritikus, hogy a szerep gyakorlatilag Nagy Zsoltért kiáltott. Nem is így fogalmazott egészen pontosan. Te ezt rögtön így érezted? Tehát ez megvolt benned, amit a Zsolttal dolgoztatok, már dolgoztatok korábban együtt egy évvel ezelőtt, vagy majd egy évvel ezelőtt, hogy ezt neki akarod? Igen. Tehát az a munka, amit mi az Amfitriumban csináltunk, ahol először dolgoztunk együtt, vagy az a munka kapcsolat, az tulajdonképpen biztos voltam abban, hogy vele akarok dolgozni ebben az előadásban is. És az pedig, hogy ez a Kolhász Mihály, ez tulajdonképpen részben ő is, az elég egyértelmű volt. Tehát igen. Harcos, makacs, küzdő típus vagy? Hát én ennyire nem választanám el magam az összes magyar embertől, aki most bármilyen ügyben is harcol itt ebben az országban. Nagyon sok harcos magyar embert ismerek, akiknek megvannak a saját ügyeik, akik ugyanúgy minden erejüket megfeszítve dolgoznak. Most azt nem mondom, hogy miért. Mondjuk most egy nagyon aktuális probléma ez a menekültügy. Ki mit vállal benne, milyen szerepet, mennyit ad magából oda, hogy segít, vagy hogy próbál megoldani egy problémát, vagy hogy próbál meg egyszerűen csak talpon maradni ebben az országban. Az, hogy... Ez már maga egy kórházi ügy, bocsánat. Ugye te úgy rendezted a darabot, hogy mi a nézők, mi dönthetünk, hogy mi legyen. De hát igazából mindegy, mit döntünk. Ez kicsikét jellemzi a mai magyar valóságot? Ide szól nagyon erősen ez a darab? Nagyjából úgy, ahogy most ezt előbb Zsolt leírta. Részben igen. Tehát ugye az előadás elején, az előadás végével kezdünk, azzal a tárgyalással, ahol eldöntjük, hogy éljen vagy halljon azokért, amiket tett a kórház. És ott a néző készfeltartással szavazhat, de az elején még semmit nem tud róla. Egyrészt ebben nekem ott van az is, hogy ez a fajta előítélet, amit ma azért könnyen gyakorlunk, hogy könnyen formálunk véleményt, anélkül, hogy bármit tudnánk. Másrészt pedig ehhez, hogy azt gondolom, hogy mi szavazhatunk, de nagyon, ahogy az ő további, az ő ügyének kimenetelében sem számít, hogy mi hogyan szavazunk. Kicsit ezt érzem most is, hogy feltehetem a kezem, de sok közöm nincs a végkifejlethez. Ugye Máté tavaly végzett az egyetemen, majdnem azt mondtam főiskolán, ez valahogy így megmaradt. Más egy fiatal rendezővel, egy pályakezdővel dolgozni? Frissebb a dolog, vagy igazából nem ez számít? Nem fontos. Ismerem a kollégáit is, akikkel együtt dolgozik a Máté. Én amikor elkezdtem vele dolgozni, nekem az érzésem volt, sőt, amikor elkezdtük ezt a munkát, most inkább ugye a Kolhásszal, hogy ugye egy olyan csapat jött össze, mint tizenvalahány évvel ezelőtt a Kréta körnél, amikor a Schilling Árpád összehívta az embereket, és azt mondta, hogy kezdjük el, mert van miről beszélni, és beszélni akarok nagyon sok mindenről. Ugyanazt a felhajtó erőt érzem. Lehet, hogy pont ugyanaz a helyzet is, nem tudom. De most ez egy nagyon szerencsés találkozás, azt érzem. Te az első olyan csoporttal végeztél, amelyik az úgynevezett fizikai színház koreográfus szakot jelképezi. Mit csináltok ti másképp, és mi képeződik le a Kolhász történetében ebből, amit ilyen módon szimbolizálni tudtok? Alapvetően ez egy rendezői osztály, ahol ugyanolyan fontos szerepet kapott a próza mellett a mozgásszínház vagy fizikai színház, ami tulajdonképpen a testtel való kifejezés. Akár tánccal, akár gesztus színházzal, de az a lényeg, hogy ugyanolyan jelentéssel bíró mozgásokat tanultunk vagy csináltunk, mint akár a próza. Tehát nem csak esztétikai, hanem jelentést hordozó mozgásokat. És ez tulajdonképpen ebben az előadásban főként ugye a lovakkal való viszonya a kolhásznak, vagy a lovak ugyanis itt a két lovat, a Petőkata és a Balkata játssza ki, a családot és a feleséget és a kislányt. És ez a velük való viszony, ez tulajdonképpen legtöbbször mozgásban nyilvánul meg. És itt ebben volt ez főként erős, vagy a csatákban, tehát főleg azok a dolgok, amik stilizálva mutattunk meg. Nehezebb így játszani?
hogy nem csak a szövegre, nem csak önmagadra, hanem másfajta mozgásokra is figyelned kell? Hát önmagában játszani is nagyon nehéz. Jól játszani nagyon nehéz. Ha ez még meg van spékelve egy ilyen dologgal, egy mozgással, meg kell tanulni 3,5 hét alatt dobolni valamennyire, akkor már az nagyon nehéz, de engem nagyon izgatnak ezek a feladatok, amik egy ilyen extra embert kívánnak. Hogy megpróbálja kihozni belőlem a maximumot. Vagy egymásból. Azon gondolkozom, hogy amikor a néző kap egy előadást, ami mozgásszín, az önben zene van, zenekar van, dobolnak sokan. Kicsit másképp is játszátok, mint hogy meghúztad a darabot, azt hiszem pár szerepet is kihagytatok a darabból. Tudják a nézők, hogy mire mennek? Mondjuk a szkénében, akik rendszeres nézők, azok tudják, hogy egy kicsit mást kapnak, mint a kőszínházi hagyományok általában. De itt ez zavaró az első pillanatban, hogy valahogy másképp működik, vagy mi nézők felnövünk a feladathoz gyorsan? Szerintem, hogy az ember úgyis először azzal találkozik, amiről szólt, tehát hogy idő után úgyis, hogy ha azzal tud, azon soha nem miről beszélünk, és ez neki is fontos, akkor ennek a formája, hát azt nem merni mondani, hogy majdnem, hogy mindegy, de hozzásimul. Inkább hozzáad, de nem az elsőtleges nálunk sem a forma, hanem az, amiről beszélünk, ez az ügy. És emellett van egy olyan fajta forma, ez a mozgás, vagy ez a fajta látványvilág, vagy az, hogy élő zene van, és a színészek zenélnek, ami talán ennek a színeit, vagy a befogadását segíti. Hát a szkéné meg hát egy, tényleg egy tűzben edzett közönség van ott, akik már mindent látnak, mindent tudnak. Nagyon gyorsan pörög az agyuk, tehát tökéletes helyre került az előadás a szkénében. Van egy szkéni díja az előadásnak, ráadásul a szkéni a Zsámbéki Színházi Bázus meg a Maszk Egyesület közös előadása, azért ezt így akkor illik talán sorra elmondani. És van egy rossz hír, egy szomorú hír ezzel kapcsolatban, legközelebb október 20-án lehet látni. Szerintem a szkénét ismerve oda már jegyet úgysem nagyon lehet kapni. Hogy van ez, hogy havi egy, meg majd akkor novemberben is talán egy, tehát az egyeztetéssel van gond, vagy hely nincs? Hát ugye egyrészt a szkéni az félig befogadó színházként dolgozik, tehát több független társulat dolgozik, akivel ez az új produkció meglévőkkel ugye egyezkedik, és ehhez képest ugye azért nálunk is egy elég komoly 10 fős színész stáb van, amit egyeztetni kell. De ez jó, várhatóan nem csak egy lesz havonta, de ilyen 1-2 körül. Neked ez a kettősség, hogy van egy kőszínházi életed, meg egy független színházi, hogy azt mondani szokták, ez így kerek? Így egészítik ki egymást? Tökéletes. Így jó. Így jó? Így bizony. Így lesznek jó előadások. Vagy ha ez ennyire egyszerű lenne, akkor mindenkinek ezt lehetne csak javaslani, de ez nem ilyen egyszerű. Gratulálok nektek, sok szépet lehet hallani, én még nem láttam, de igyekszem, és remélem, hogy a kedves nézőknek is kedvet csináltunk Kolassz Mihály történetéhez. Köszönöm, hogy eljöttetek hozzánk. Köszönöm.